Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradio.net-en. Farkas Diana vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsolttal együtt köszöntjük a hallgatókat. Ez 1949. október 3-án Magyarország az első államok között ismerte el az akkor újonnan megalakult Kínai Népköztársaságot, így 2024-ben a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját ünnepeljük. Ennek apropóján országszerte rengeteg rendezvény és konferencia, valamint kulturális programok garmadája várható az idén, hogy virágzó kínai-magyar kapcsolatainkat továbbra is megőrizzük. Mai adásunk vendége Nagy Judit Éva újságíró, PR és interkulturális szakember, a Centrum Média Kommunikációs Ügynökség ügyvezető tulajdonosa, aki immár közel 2 évtizede aktívan munkálkodik azon, hogy a kínai-magyar együttműködéseket elősegítse 2023-tól a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnökeként. Őt kérdezzük a két ország kulturális kapcsolatairól, Kínában folytatott működéséről és az MKBT volt és várható tevékenységeiről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotifyon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Judit, szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Köszönöm, és köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót. Első körben, hogy akkor belekezdjünk, belemelegedjünk, azt szeretném kérni, hogy mesélj magadról, hogy hogyan kerültél Kína bűvkörébe, hogy hogyan lettél az a rengeteg minden, és még annál is több, ami a felvezetőben elhangzott rólad. Az én szakmai hátterem az alapvetően kommunikáció, újságírás és PR, de mellette az egyetemen én japán nyelvet tanultam, és mindent, ami kelet-ázsia, tehát kelet-ázsiai tanulmányokat folytattam. És az egyetemen ismerkedtem meg a későbbi férjemmel, aki kínai szakos volt, és úgy hozta az élet, hogy kapott Sanghajba egy egyéves ösztöndíjat. És ugye akkor még nem volt internet, mobiltelefon, semmi, ugye postai úton tudtunk levelezni, és megígértem neki, hogy meglátogatom egyszer Kínában. És az a kínai út, az a 2 hetes vonatozás Kínába Budapestről, nem közvetlenül a Transzszibériai Expresszel, hanem sok-sok megállóval, az a életem egyik meghatározó élménye volt, egy nagy kaland, ami tényleg a mai napig emlékezetes maradt. Úgyhogy akkor volt az első ilyen nagy Kína benyomásom. És a japán iránti érdeklődés, vagy a kelet iránti érdeklődés, ezek szerint akkor korábban jött egy kicsit, az honnan, hogy Japán? Valamikor középiskolás koromban kezdett el érdekelni Japán, így nyilván nagyon sokat olvastam, és akkor így az olvasmányaim hatására, és utána egyre jobban érdekelt, és a fejembe vettem, hogy nagyon szeretnék japánul tanulni. Valóban meg is tanultam japánul, és tulajdonképpen mindent, ami Japán, és nagyon sok mindent, ami Kelet-Ázsia, és nagyon sokat, ami Kína is. De hát az élet az úgy hozta, hogy soha nem hasznosítottam a gyakorlatban a japán nyelvtudásomat, úgyhogy ez mindig egy ilyen fájó pont maradt, de hát ettől függetlenül nagyon jó volt, és nagyon örülök neki, hogy ez is részese volt életemnek. És miután kiértél Kínába, milyen volt az első benyomásod, és datálható-e oda az, hogy utána ennyire elköteleződtél emellett az ország mellett? Azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy kétféle ember létezik. Az egyik, aki elmegy Ázsiába, konkrétan ugye most Kínáról beszélünk, ott van, megtapasztalja, vagy megszereti, vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, egyszer megnéztem, és ennyi nekem elég volt. És a másik fajta ember pedig véleményem szerint olyan, aki egyszer beteszi oda a lábát, és utána mindig valami visszahúzza. És hát én is az utóbbiak közé tartozom. Ez melyik időszak? Mikor volt ez? 93, tehát ez... több mint 30 évvel ezelőtt. Nagyon más volt az a Kína, mint a mai Kína. Hát én is 92-ben jártam először, ugyanígy Transzszibériai vasúttal, úgyhogy az egy ilyen meghatározó élmény, az kétségtelen. De akkor ezek szerint kicsit ilyen kerülő utakon is mentetek. Igen, hát ugye nem volt pénzünk egyetemistaként arra, hogy megvegyünk egy teljes vonatjegyet, úgyhogy egyébként utitársam Balog Attila Gucó volt, aki a mai napig Sanghajban él, ugye magyar fotográfus. És Budapestről indultunk, de hát egy ilyen sok-sok kitérővel Budapest, Záhony, Záhony, Csop, Kijev, Kijev, Moszkva, Moszkva, Irkutszk, és onnan tovább, tehát Irkutszkban szálltunk fel a vonatra. És hogyan alakult az életed kint? Hogyan indult el a karriered? Én igazándiból a szakmai karriermet azt a PR területén kezdtem el még Magyarországon, majd ezt a szakmai karriert feladva
követtem az akkori férjemet Pekingbe, aki egy 5 éves, 4 éves kiküldetést kapott, és így diplomata feleségként kerültem először Pekingbe 1997-ben, és rövid idővel azután pedig én is kaptam egy diplomata státuszt, és sajtóprotokoll kapcsolatokkal foglalkoztam a nagykövetségen egy pár évig. Később ott születtek meg a lányaink is, úgyhogy mindkettejüknek az útlevelében benne van, hogy születési helye Peking, tehát ez egy ilyen kitörölhetetlen dolog, része az életünknek a mai napig. És ők beszélnek kínaiul? Igen, igen, a kisebbik lányom, ő kínai óviba járt, a nagyobbik nem, de mind a ketten utána nemzetközi iskolában folytatták Sánkhájban később a tanulmányaikat, tehát mind kínaiul, mind angolul ott tanultak meg. És akkor ezek szerint ők is tulajdonképpen így akkor az egész család kötődik Kínához. Abszolút. Tehát nem csak szakmai kapcsolat van, hanem magatokba szívtátok Kínát, ha lehet ezt így mondani. Igen, igen, azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amik így megmaradnak valóban. És nyilván ezek adják a lehetőséget, hogy az ember kommunikáljon, vagy úgy kommunikáljon, hogy meg úgy képviselje például a hazáját, akár ilyen kulturális területen is, hogy értően vagy értő figyelemmel forduljon a kínaiak felé, azért ez alapvető. Igen, igen, és én azt vallom egyébként, hogy anélkül nem tudod a saját kultúrádat sem képviselni egy másik országban, hogy ne ismernéd annak a másik országnak a kultúráját, azokat az embereket, akikhez szólni szeretnél. Tehát, hogyha ismered azt a célcsoportot, és mondjuk benne vagy egy ilyen közegben, és tényleg érted azt, hogy nekik mi a fontos, milyen értékeik vannak, mi az, amit tetszik, nem tetszik, esetleg szembe megy a kultúrával, hiszen azért itt ugye sok 10 000 kilométerről beszélünk, nagy kulturális különbségekről, akkor ezek nagyon fontos dolgok. Tehát azok az emberek, akik ilyen munkakörben dolgoznak, nagyon fontos, hogy legyen beleszólásuk abba, hogy hogyan is mutatjuk meg a saját országunkat ott. Ez itt továbbra is az Orient Express. Nagy Judit Évával beszélgetünk a kínai-magyar kulturális kapcsolatokról. Mik voltak az első jelentős lépések, amiket kint a kínai-magyar kulturális kapcsolatokért tettél, hogyha lehet bármilyen mérföldkőhöz datálni? Abszolút lehet. Hát ugye 2007-ben pályáztam és kaptam meg Sánkhájban az oktatási kulturális szabdiplomata pozíciót. Én voltam Sánkhájban az első kulturális szakdiplomata, hiszen a főkonzulátus is csak 2004-ben jött létre. És nagyon nagy feladat volt, hiszen maga az egész rendszer új volt, tehát akkor azért hozták létre az akkori kormányzat ezt a
szakdiplomata hálózatot, hogy olyan helyeken, olyan városokban, olyan országokban, ahol nem működött addig magyar kulturális intézet, ugyanakkor megérett az idő és a helyzet arra, hogy képviseljük kulturális szinten is Magyarországot, szakdiplomatákat küldtek ki, ami egy jóval költséghatékonyabb megoldás volt, és a szakdiplomaták pedig a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson belül külügyminisztériumi keretek között diplomataként végezték el ezt a fajta munkát. Ami fontos vagy jelentős és említésre méltó talán az, hogy így rögtön az elején sikerült egy magyar kulturális évadot Kínában létrehozni, vagy hát megcsinálnunk. Ezt nyilván nem mi magunk ott Sanghajban egyedül, hanem Pekinggel közösen, és azért ez egy hosszú előkészítő munka eredménye volt. De abban az időben kezdtek el a kulturális kapcsolatok is sokkal hatékonyabban, eredményesebben működni, és tényleg nagyon nagy sikerű volt ez a kulturális évad. A másik dolog pedig, amit ti is most már azt hiszem, hogy ismertek, hiszen éppen egy pár adással ezelőtt volt vendégetek Csejdi Virág a Hudec Kulturális Alapítványtól. 2007 végén, 2008-ban jöttünk arra rá, hogy ha valami igazán egyedit, érdekeset és mást akarunk mutatni Kínában, akkor adódott az, hogy ott volt egy magyar építész, Hudec László, aki az 1930-as évek végén több mint 70 fantasztikus épületet tervezett és épített meg Sanghajban, melyek közül talán a legjobban ismert az a Park Hotel, ami 1984-ig Ázsia legmagasabb épülete volt. Akkor, amikor mi ezt ott felfedeztük, vagy hát tudomásunkra jutott, még senki nem foglalkozott Hudeccel. És úgy gondoltuk, hogy akkor érdemes nagy fába vágni a fejszénket, és az ottani sánkhályi magyarokkal, ismét Gucóval, Balog Attilával közösen, és a sánkhályi magyar kolóniával, illetve hát a főkonzulátus munkatársaival elhatároztuk, hogy csinálunk egy Hudec évet. Ami abból állt, hogy kiállításokat szerveztünk, ezek voltak az első kiállítások egyébként a sánkhályi kormányzattal közösen, felvettük a kapcsolatot és elindultak az egyetemi együttműködések a BME és a Sánkhályi Műszaki Egyetem között, külföldi szakértők is érkeztek, illetve Sánkhályban várostörténeti, Hudec történeti sétákat is szerveztünk. Film készült, könyvet adtak ki a közreműködésünkkel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt. Az volt talán a legjobb benne, és a mai napig is az, hogy jó látni azt, hogy a mi munkánk eredményeképpen valami szárba szökkent, és a mai napig virágzik. Nagyon érdekes volt a beszélgetésem Csejdi Virággal is erről a témáról, úgyhogy amikor beszéltünk, akkor vagy utánad néztem, hogy felkészüljek belőled, akkor örömmel láttam, hogy köztetek is van egy kapcsolat, mert így tudok én is kapcsolódni, mert az is egy nagyon izgalmas beszélgetés volt. Igen, igen, a mai napig is van köztünk egyébként kapcsolat, és borzasztóan jó dolog, hogy sikerült létrehozni a családnak ezt a Hudec Kulturális Alapítványt, és így tudják továbbvinni. Nekem sok kérdés jár a fejemben. Egyik az, ami talán egy kicsit ilyen magyar részről közelít, és inkább az intézményhálózat kialakulása érdekelne engem, hogy Magyarország hogy képviseli magát, hogy képviselteti magát ezen a vonalon Kínában, hogy alakult ki akár a sánkhályi intézményi keret, akár Peking. De az is érdekelne, hogy te például látsz-e különbséget mondjuk abban, hogy Pekingben hogy kell megjelenni, van-e különbség abban, hogy kell Pekingben megjelenni, és a között, hogy kell mondjuk Sanghajban. Milyen lehetőségek vannak, nyilván azt az adott környezet is meghatározza. De hogy a kínaiak hogy működnek mondjuk Kínában, hogy működnek Pekingben, hogy működnek Sanghajban, érzel-e különbséget ezek között? Mert én Kínában járva azt érzem, hogy külföldiként egy kicsit más környezet vesz körül, amikor ott vagyok, akár az egyik, akár a másik városban. Ez szakdiplomataként tud-e az ember erre reagálni? Nyilván az én emlékeim azok már nem maiak, azok már egy picit megkoptak, de nyilván vannak különbségek Peking és Sanghaj között a működés a reakciókban. Peking nyilván kormányzati szempontból a legfontosabb város, hát ő főváros Kínában, és minden kormányzati intézmény is ott van. Sanghaj ugye egy tartományi jogú város, más a légkör, más maga a város, mások a munkakörülmények, a munkalehetőségek. És igen, nyilván van különbség abban is, hogy Pekingben a pekingi közösség hogyan fogad egy magyar kulturális terméket, meg egy sánkhályi dél-kínai közösség hogyan fogad egy magyar kulturális terméket. De alapvetően azt hiszem, hogy talán a legfontosabb az,
az az, amit korábban is mondtam, és ide kanyarodnék vissza, hogy ismernünk kell azt a közeget, ahol vagyunk, és ahol szeretnénk mi ezt a magyar kultúrát megmutatni. És ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy bár sok év eltelt, és az elmúlt 20 évben borzasztóan aktívak a kulturális együttműködések, és nagyon jók a kulturális kapcsolatok, de Kína borzasztóan nagy. És még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy az én véleményem szerint nagyon keveset tudnak Magyarországról. Tehát az egyik oldalon iszonyú jó dolog az, hogy például Petőfi Sándor Szabadság és Szerelem című versét minden középiskolában tanítják, szinte nincs olyan kínai diák, aki ne ismerné így Petőfit. Nyilvánvaló ugye a Kodály módszer, Bartók, Liszt, tehát hogy ezek olyan ismert nevek, és a kultúra olyan zseniei, akiket tényleg ott is ismernek. Ismerik ugye Puskás Ferencet, Foci. Ez mind van, de hogyha úgy nagyon mélyen belegondolunk, még mindig nagyon keveset tudnak rólunk. Nagyon fontos az is, hogy ma már, hogyha jól tudom, talán 12 helyen tanítanak magyar nyelvet Kínában. Sőt, lehet, hogy 14 talán. Lehet, hogy 14 vagy 15, tehát hogy több mint egy tucat egyetemen tanítanak most már magyar nyelvet, léteznek ezek a magyar tanszékek. Ezek is nagyon fontos állomások ebben a kétoldalú kulturális kapcsolatrendszerben, egymás megismerésében, de még bőven van mit tennünk. És akkor az intézményi keretek, akkor egy pár szót azért, hogy lehet, hogy a hallgatóink nem tudják, hogy pontosan milyen képviseletek vannak, kulturális képviseletek Kínában. Hogy az... Ugye most már kulturális intézet működik Pekingben, tehát korábban kulturális szakdiplomaták dolgoztak Pekingben és Sánkhájban. És 2013 óta van a kulturális intézet. Így igaz, 2013 óta Liszt intézet működik Pekingben, és ha jól tudom, nagyon komoly és jelentős tevékenységet folytat. Egyébként Magyarországnak összesen 26 kulturális intézete van szerte a világban, 24 országban. Tehát akkor, de Sánkhájban is működik egyébként szakdiplomata. Igen, a pekingi is. Intézet mellett. Hogyne. Mellett, vagy azzal párhuzamosan. Igen. Az ő tevékenység. És akkor emellett vannak az oktatási együttműködések tulajdonképpen, ami például az egyetemi nyelvtanítást jelenti, nyilván ott is megjelenik a magyar kultúra, abszolút, meg a magyar történelmoktatás. Azt én pontosan személyesen tudom, hogy tudományos együttműködések vannak, hogy akadémiai nem. Szintű, kutatóintézeti szintű együttműködések, tehát tulajdonképpen ezeken ez adja meg a keretet a kulturális, tudományos, oktatási kapcsolatokhoz. Igen, tehát ezek a kormányzati szintű együttműködések, adják meg a hivatalos kereteket, és emellett természetesen létezik nagyon sokféle másfajta együttműködés, akár gazdasági, akár tudományos, akár kulturális területen is, amit nyilván alapvetően vagy cégek, vállalatok végeznek, vagy pedig például civil szervezetek, magánemberek, minden számít. És hogy látod, hogy mik azok a magyar kulturális termékek, amikre kereslet van egyébként Kínában, hogy mik azok a kedvelt kapcsolódási pontok, amin keresztül ők szeretik magukévá tenni a magyar kultúrát? De egyrészt azok, amik azonnal ugye adódnak, tehát nyilván maga a zene, a magyar ételek, a táncok, nagyon, nagyon, nagyon népszerűek Kínában. Ugyanakkor véleményem szerint mindig arra nagyon fontos törekedni, hogy ne csak ezeket a klasszikus kulturális termékeket mutassuk meg, hanem hogy abba is gondoljunk bele, hogy most nő fel egy újabb generáció, akiknek már más dolgok a fontosak az életükben, másfajta platformokon kommunikálnak, más érdeklődési körük van, tehát hogy próbáljunk meg egy kicsit abba az irányba is nyitni, hogy esetleg ezt a célcsoportot könnyebben el lehessen érni. Ebben a tekintetben azért sokat változtak a kínaiak, mondjuk a 90-es évek vége. Nyilván mi is változtunk rengeteget, de vajon ez az érdeklődés változás, ez csak egy generációs változás, vagy pedig másképp tekintenek a világra? A külvilágra, vagy Valószínű, hogy mind a kettő. Uh-huh. Hát nyilván ugye a generációs változás a világban mindenütt, tehát hogy erről bármelyik országgal kapcsolatban lehetne beszélni, itt ma Magyarországon is. Ugyanez, hogyha a kínai kultúrát, mint a Magyar-Kínai Baráti Társaság szeretnénk ugye Magyarországon még népszerűbbé tenni, még jobban fogyaszthatóbbá tenni, akkor bizony el kell azon gondolkodni, hogy mi az, amit mutatunk mi Magyarországon a magyar fiataloknak. Just
手中牵挂，雨桥下全是迟来者了，掌心刻了你眼中烟波滴落一滴墨、哦哦哦哦哦、若佛说了放下执着，我怎能不能不进去附和，一生能你我就、哦哦哦、很轻不上所有Ez itt továbbra is az Orient Express. Nagy Judittal beszélgetünk a Magyar-Kínai Baráti Társaságról. Akkor, hogyha már így rá is tértél, vagy megemlítetted, akkor tudsz mesélni arról, hogy ezen az egész kulturális közvetítésen, vagy kulturális kapcsolatoknak az építésén belül mi is a Magyar-Kínai Baráti Társaság, milyen helyet foglal el, mit kell róla tudni, és miért olyan nagyon fantasztikus, hogy ez van. Magyar-Kínai Baráti Társaság egy nagyon hosszú múlttal rendelkező független civil szervezet, aminek a célja a kétoldalú kulturális és civil kapcsolatok előmozdítása. Magyar-kínai viszonylatban nélkülözhetetlen az a munka, meg az a szerep, amit ez a társaság magára vállalt, mert hátteret és lehetőséget kívánunk biztosítani nagyon sokféle kulturális és civil együttműködésnek. Azt is nagyon fontos róla tudni, hogy ez egy generációkon és intézményeken is átívelő közösség, tehát én hangsúlyoznám azt, hogy ez egy közösség, tehát bárki, aki Kína iránt érdeklődik, tagja lehet ennek a közösségnek. A generációkon átívelő dolog az pedig azért fontos, mert egyrészt mindazok a szaktekintélyek, azok a nagy nevek, akik a sinológiát Magyarországon nagyjátették, tagjai voltak, vagy tagjai ennek a társaságnak, illetve ma is szinte minden, vagy hát nagyon sok olyan Kína szakértő csatlakozott a Magyar-Kínai Baráti Társasághoz, akinek a neve valamit mond. Ez azért is fontos, mert amivel mi mások tudunk lenni, vagy mások vagyunk, mint egy más egyesület, vagy társaság, vagy szervezet, az, hogy az a tudás, meg az a szellemi örökség, ami ezen a társaságon belül megvan, az ennek a Magyar-Kínai Baráti Társaságnak a hitelességét adja. Hát ezért vállaljuk fel bátran, hogy azok az események, programok, üzenetek, amiket mi megfogalmazunk, vagy azok a rendezvények, amiket csinálunk, azok hitelesek is tudnak lenni. Tudsz ezekről a rendezvényekről mesélni egy kicsit, hogy mik voltak korábban, mi a jelenetek, hogyan képzeljétek el a jövőt, kik működnek benne, hogyan alakult az egyesületnek az élete az alapítástól mostanáig? Ugye az egyesületet 1959-ben alapították először, majd utána egy kisebb szünet után 88-ban alakult újra, tehát akkor szerveződött újra, és tulajdonképpen 88 óta folyamatos a tevékenysége a kétoldalú kulturális kapcsolatrendszerben. Tehát ami engem illet, én értelemszerűen arról az időszakról tudok mesélni, amióta én is aktív tagja vagyok a baráti társaságnak, tehát az elmúlt 7-8 évről. Hogy milyen programok voltak, csak néhányat emelnék ki, ami így úgymond maradandó vagy értékhordozó jelentőségű volt. Könyveket publikált a társaság, ide tartozik például a Szépívű hidak, ami 24 olyan történetet ölel fel, amik Magyarországon élő kínaiak történetei, és ezzel mutatták meg azt, hogy mennyire fontos ennek a közösségnek is az, hogy tegyenek valamit második hazájukért.
Aztán például csináltunk egy videó sorozatot egy pár évvel ezelőtt, ami a sinológiai nagymestereivel készült. A Tálas Barnával, aki már azóta nincs közöttünk, Kalmár Évával és Józsa Sándorral forgattunk hosszabb interjúkat, amik tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontosak azoknak, akik ezen a szakterületen dolgoznak. Ezen túl a társaság korábban rendszeres havi összejöveteleket szervezett, előadásokat tartott, és így a közösséget összetartotta. Ugyanakkor a COVID alatt, illetve hát a COVID óta rájöttünk arra, hogy inkább évente 2-3 nagyobb rendezvényt szervezünk, amik sokkal népszerűbbek tudnak lenni, több emberhez eljutnak, nagyobb tömegeket szólítanak meg, és hát nyilván ugye a COVID maga az is egy apropó volt, hogy nem volt lehetőség a személyes találkozásokra. És ezért kiírtunk egy pályázatot egy pár évvel ezelőtt, éppen a pandémia alatt, az volt a címe, hogy Kína most is közel. Ez egy fotópályázat volt, és az volt a lényege, hogy a pályázók Kínával kapcsolatos fotókat kellett, hogy küldjenek, és történeteket mellé, hogy mit jelent nekik Kína, a kínai élmények. És annyira jól sikerült, több százan pályáztak, tehát tényleg egy hihetetlenül fantasztikus képanyag gyűlt össze. Hát annyira jól sikerült ez az egész, hogy így 2022 végén egy kiállítást is szerveztünk belőle a Barabás villában, és ott volt egy pódiumbeszélgetés is, és a mai napig azt gondolom, hogy ez a kiállítás, ez egyrészt megvan, másrészt meg érdemes arra, hogy ezt is tovább vigyük, és megmutassuk másoknak. Úgyhogy ezeket az eseményeket emelném ki így az elmúlt évekből. Ugyanakkor most, hogy új elnökség állt fel 2023. decemberében, sokkal több tervünk, elképzelésünk és célunk van, amit szeretnénk tovább vinni. Azért azt nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy te 2023. december óta a társaság elnöke vagy. Ugye előtte alelnökként működtél, és akkor most tulajdonképpen az utóbbi pár hónapban már az elnöki pozíciót töltött be. Nyilván ez a te tapasztalataid nagyon sokat segítenek, hiszen Kínában ismerkedtél a kínaiakkal, tehát gyakorlatilag a kínai kultúra magyarországi megmutatásához ezért nagyon sokban hozzájárul. Viszont azt lehet érezni, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Kína iránt. Igen. Mi a mindennapjainkban jelen van most már Kína. Nyilván ebben a tekintetben sokkal nagyobb felelősség is hárul a társaságra, hogy azt a fajta legitimációt, amit korábban említettél, ezt jól meg tudja jeleníteni, meg is tudja használni gyakorlatilag, hogy egy olyan fórum legyen, ahol valóban olyan információkat lehet Kínáról gyűjteni, amit megbízhatóak. Szerintem ez azért egy nagyon fontos kérdés. Ugye járjuk, most volt a holdúj év például, Kőbányán nem egy, hanem két hétvégét szántak rá, hogy a rendezvényt csináljanak a Dunapanda, nem tudom, hogy ez reklámnak számít-e. Állandóan tele van most már magyar vásárlókkal, tehát óriási az érdeklődés, ilyen szempontból azért ez egy jó lehetőség a társaságnak, hogy megmutassa magát, nem? Igen, azt hiszem, hogy abszolút egyetértek veled ebben is, hogy ez tényleg egy nagyon jó lehetőség, ugyanakkor egy komoly kihívás is, és nagyon nagy felelősség. Tehát tisztában vagyunk ezzel a felelősséggel, és azt is tudjuk, hogy ez rengeteg munkával jár. Szerintem nagyon jó alapokra építünk. Tehát az elmúlt években a Magyar-Kínai Baráti Társaság egy nagyon elismert szervezetté nőtte ki magát. Nagyon komoly az a pozíció, amit mind a két oldalon, mind a magyar, mind pedig a kínai oldalon, a két oldalú kapcsolatrendszerben elfoglalunk. Ennek bizonyítéka például az is, ez csak egy példa, hogy például most fordult elő idén először az, hogy a kínai nagykövet meghívott engem, mint a baráti társaság elnökét, hogy vele együtt közösen a Monori Center igazgatójával nyissuk meg a holdúj évi fesztivált. Gratulálok! Köszönöm, de azt gondolom, hogy ez a gratuláció, ez tényleg az MKBT-nek szól, és fel kell, hogy nőjünk ehhez a feladathoz, de megvan minden potenciál a társaságban ehhez, egy kiváló csapat van mögöttem, mellettem, tehát nagyon jó szakemberekből áll az MKBT elnöksége, akik közül ketten is korábban is az elnökség tagjai voltak, és hárman pedig csatlakoztak hozzá, de azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni ugrani ezt a szintet, lépést. Ebben biztos vagyok. Nyilván ti ezt a feladatot, ezt társadalmi munkában végzitek. Igen. Kína iránti elkötelezettségből, szerelemből, stb. Ugyanakkor az biztos, hogy nagyon fontos, amit az előbb említettél, hogy gyakorlatilag a kínai partner, vagy a kínai az intézményesült kínai együttműködés is partnerként tekint rátok. Igen, az is nagyon fontos, és számolunk is ezzel mind a két oldalon, és azt gondolom, hogy nyitnunk kell, egyrészt egy szélesebb közönség felé kell nyitni, éppen azért, amit mondtál az előbb,
hogy ma már nem olyan távoli és elérhetetlen ez a Kína, hanem itt van az emberek mindennapjaiban, és nem csak azért, mert itt él Magyarországon, illetve hát Budapesten a legnagyobb lélekszámú kínai közösség, hanem azért is, mert ugye Magyarország a régióban Kína legnagyobb gazdasági partnere, itt van a legtöbb kínai befektetés. Tehát ez önmagában hozza már azt magával, hogy sokkal nagyobb az éhség az információra. Sokkal többet szeretnének az emberek tudni Kínáról, legalábbis ezt mi így érzékeljük. A másik oldalon pedig valóban szerepet tudunk abban játszani, mint civil szervezet, civil diplomáciai eszközökkel, hogy érzékenyítsük is a társadalmat arra, hogy az egyre nagyobb kínai jelenlétet, a kínai embereket jobban el tudják fogadni. És milyen, ha szabad erről kérdezni, hogy milyen konkrét terveitek vannak így most mondjuk a közeljövő nézve, vagy akár, tehát a közeljövőben a konkrét tervek, vagy és a nagy, hosszabb távú vízióitokban mik szerepelnek, mint új elnökség, mint újonnan felállt MKBT? Hát feladataink és céljaink azok számtalanok. Elsődleges feladatunk, vagy célunk azt gondolom az, hogy az MKBT brandet azt ismertebbé és láthatóbbá tegyük. Tehát, hogy jóval szélesebb körben ismerjék azt, hogy létezik ez a társaság, lehet hozzá csatlakozni, és hogy profitálhatnak azok az emberek, akik az MKBT tagjai. A másik az, hogy fontos megmutatnunk a kínai kultúrának a sokszínűségét és a mélységét, ahogy azt eddig is tettük, ugyanakkor egy mai modern valós Kína képet kell, hogy közvetítsünk, hiszen ahogy erről beszéltünk korábban, Kína tényleg nagyon más lett, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, de akár sokkal többet tudunk mondani ahhoz képest is, hogy mondjuk milyen volt 10 évvel ezelőtt. Fontos az is, hogy szélesítsük, bővítsük, illetve frissítsük egy kicsit a programpalettát, tehát hogyha a fiatalabb célközönségre gondolunk, akkor tényleg elengedhetetlen az, hogy olyan dolgokat is behozzunk majd a programok közé, amik jóval jobban érdeklik a fiatalokat. Ugye az idén fogjuk ünnepelni, vagy az idén ünnepeljük Magyarország és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok felvitelének 75. évfordulóját. Ez azért egy olyan alkalom, amikor a baráti társaságnak is lehetősége van kilépni még inkább a közösség elé. Milyen terveitek vannak ezzel kapcsolatban? Igen, teljesen igazad van, hogy a baráti társaság, mint civil szervezet abszolút ki tud és ki is szeretne, vagy tovább szeretne ezzel fejlődni, hogy idén ünnepeljük a 75. évfordulót, és éppen azért, mert hogy most sokkal erősebbek a kétoldalú kapcsolatok, mint valaha, ezért nagyobb a létjogosultsága is annak, hogy az MKBT, mint civil szervezet ebben még inkább tudjon tenni, és jobban tudjuk támogatni a kétoldalú gazdasági, kulturális és diplomáciai kapcsolatokat is. Vannak már megfogalmazott konkrét terveink erre a naptári évre. Az egyik az, hogy hamarosan kiírunk egy fotó- és videópályázatot a 75. évforduló kapcsán. Ennek a részleteit majd a Facebook oldalon fogják az érdeklődők látni. A másik pedig, hogy az év második felében szervezünk egy civil diplomáciai konferenciát, ami egy egyértelműen szakértői konferencia, mind kínai, mind pedig magyar résztvevőkkel. Ezek mellett nagyon szeretnénk kapcsolódni más intézményekhez és más szervezetekhez, nagyobb fesztiválok, események megszervezésébe. Legyen ez akár a Kínai Turisztikai Hivatal által szervezett turisztikai hét majd Magyarországon, egy őszközépünnepi fesztivál, az Imázsia Kínai Filmfesztivál, vagy akár a Sárkányhajó Fesztivál Velencén. És emellett pedig számos apró, kisebb programot is tervezünk, újraindítjuk az MKBT klubot, ami egy jóval informálisabb rendezvény, mint a többi. Ez egy rendszeresen megrendezésre kerülő, kisebb létszámú, szűkebb körű és nagyon informális beszélgetés. Azt gondolom, hogy éppen azért, mert hogy ennyivel aktívabbak és eredményesebbek a kínai-magyar kapcsolatok, mint korábban, tényleg van létjogosultsága annak, hogy a magyar-kínai baráti társaság is tegyen ezért. Ezzel a civil diplomáciai tevékenységgel egy ilyen úgynevezett összekötő vagy mediátori szerepet is tudunk játszani, hiszen ez nem más, mint egy network, tehát a civil diplomácia sokkal több emberhez jut el. Nagyon fontos az, hogy ugye ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát nem egy kormányzati kulturális diplomáciai tevékenység, hanem sokkal inkább az, amit emberek és intézmények tesznek azért, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz. Tehát embereket kötnénk össze emberekkel, és intézményeket pedig intézményekkel.
Igen, valóban van együttműködésünk a Budapesti Kínai Nagykövetséggel, a Budapesti Kínai Kulturális Központtal is, és vannak partnerszervezeteink Kínán belül is, ugye a Kínai Baráti Társaságok Szövetsége, vagy a Sánkhelyi Baráti Társaságok Szövetsége, de ezen túl nagyon fontos az, hogy az MKBT Magyarországon belül is ne csak Budapesten legyen jelen, hanem hogy vidéken is próbáljunk meg olyan eseményeket, rendezvényeket szervezni, akár más társaságokkal, más intézményekkel, egyetemekkel közösen, hogy tényleg szélesebb körhöz eljussanak ezek az információk. Ugye ez a klasszikus public diplomácia, amiről most beszélünk, igen, ugye ez a civil diplomáciai tér tulajdonképpen. Ilyen értelemben én azt gondolom egyébként, hogy a társaság abban a szempontból mindenképpen így előnnyel indul, hogy a hivatalos diplomáciai teren kívül működik, de mégiscsak szakértőkkel. Tehát ebből a szempontból igen, talán az érzékenyítés, a kultúra megismertetése, azt mondjuk nem terheli az, hogy egy ilyen, hogyha valaki bizalmatlan mondjuk a hivatalos csatornák, hát hogy is mondjam, által elvárt információk kapcsolatban, akkor azért itt közvetlenül olyan emberektől szerezhet ismereteket, mondjuk a kínai kultúrálók, akik maguk is kutatóként ezzel foglalkoznak, mondjuk évtizedek óta, szerintem ez egy alapvető kérdés. Arról tudhatunk, hogy a társaság tagjai között mondjuk milyen arányban vannak magyarok és kínaiak? Vannak-e kínaiak? Vannak kínaiak, inkább olyanok, akik tényleg nagyon régen vannak itt már Magyarországon, kiválóan beszélnek magyarul, és valahol nekik is ez egy küldetés, vagy fontos, hogy szeretnének tenni a kétoldalú kulturális kapcsolatok fejlődéséért. Ettől függetlenül az is célunk, hogy egy picit jobban közeledjünk az itt élő kínai közösséghez, és próbáljunk meg közösen is tenni azért, lásd például akár egy holdújévi fesztivál, vagy valami, hogy tényleg ismertebb legyen a kínai kultúra Magyarországon. Az itt tanuló kínai diákok mennyire vannak így a látóteretekben? Vannak céljaitok, vagy kapcsolatteremtési céljaitok velük esetleg? Egyre többen vannak ők is szerintem, azt gondolom. Hogy... Igen, egyre többen vannak, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen velük is aktívabb kapcsolatunk a jövőben. Már a tavalyi év végén, decemberben volt egy rendezvény, ahol az MKBT is, mint társszervező megjelent, ezt a China Media Group szervezte Magyarországon, az én saját cégemmel, a Centrum Médiával, ami egy média és PR ügynökség. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban egy magyarul tanuló kínai diákok és kínaiul tanuló magyar diákok közötti online párbeszéd volt a kínai kultúráról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy elég jól sikerült rendezvény volt, nagyon érdekesek voltak a reakciók, nagyon nyitottak voltak a diákok és borzasztóan lelkesek, úgyhogy mindenképpen érdemes folytatni.
Ez itt továbbra is az Orient Express, Nagy Judit Évával beszélgetünk. Megint csak felvillantottál egy új témakört, amiben szívesen belekérdeznék én még egy kicsit jobban, hogy amellett, hogy civilben az MKBT-nek az elnökségét elvállaltad, hogy emellett most te nem hagytál fel teljesen a PR és a kommunikációs tevékenységeddel, mert hogy ugye a Centrum Médiát, mint ügyvezető igazgató viszed, hogy tudnál erről esetleg egy kicsit mesélni, hogy ott hogyan szövöd bele a munkádba Kínát és Kína népszerűsítését? Igen, igen, köszönöm a kérdést. Az önkéntes munka, kezdem az MKBT-vel, mindig része volt az életemnek. Tehát ugye Sánkhájban is dolgoztam egy nemzetközi szervezetnek önkéntesként, azt megelőzően Pekingben is. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt én ilyen vagyok, tehát hogy tényleg része az életemnek, másrészt pedig egy borzasztóan fontos tapasztalatszerzés. És igen, tehát a saját cégem a Centrum Média, ami egy média PR ügynökség, mi digitális tartalmat gyártunk, 2 televíziós csatornát működtetünk, és 8 hírportálunk is van. Az élet az így hozta, tehát én sem tudok a saját bőrömből kibújni, Kína ott volt, ott van, és mindig is ott lesz az életemben. Ezért az elmúlt években, amióta az MKBT-ben is aktívabb lettem, visszakanyarodtam oda, hogy hát használjam azt a tudást, tapasztalatot, meg kapcsolatrendszert, amin van. És mi voltunk az első olyan televíziós platform Magyarországon, akik lehetőséget adtunk, hogy térítésmentesen egy kínai dokumentumfilm sorozatot magyar nyelven megmutassunk a magyar közönségnek. Ez volt az Útjelzők a Sejem úton című dokumentumfilm sorozat, ami rövid 15 perces videókból állt. Mindegyik alapvetően kulturális, turisztikai tematikájú volt, és a China Media Group készítette ezeket a videókat, és onnan, vagy oda datálódik vissza a mi szakmai kapcsolatunk velük. Ez volt az első, de nem az utolsó. Azóta is több kínai szervezettel dolgozunk együtt, China Media Group-val, CCTV-vel, a Xinhua-val, tehát hogy nyilván a média területén sok ilyen szakmai együttműködésünk van. A másik pedig az az, hogy nyilván mi is készítünk olyan műsorokat, olyan videókat, amik Kínával, kínai kultúrával kapcsolatosak, vagy pedig a Kőbányán élő kínai közösség életével. Ez azért is fontos, hiszen az egyik tévécsatorna, amit üzemeltetünk, az a Kőbánya televíziója, TV10 tévécsatorna, és hát mivel ott él a legnagyobb kínai közösség Budapesten, ezért a kerület életében is elég nagy szerepet játszanak, úgyhogy óhatatlanul adódnak ilyen helyzetek. Mennyire játszanak nagy szerepet a kerület életében? Ez szerintem adódik a kérdés. Ők lokálpatriótaként élnek itt meg, úgy érzik, hogy ők, hogy nekik ez az otthonuk, hogy nekik ez az otthonuk. Hogy, hát igen, hogy nekik ez az otthonuk, hogy ez fontos ez a kerület, tesznek ezért, hogy őket jobban elfogadják? Nagyon érdekes kérdés, ahogy én látom, igen. Tehát érdekes és izgalmas, de valóban második otthonuknak tekintik. Nem csak Magyarországot, de hát azon belül ott azt a környéket is, ahol élnek és dolgoznak. És tényleg tesznek érte, visszagondolva a COVID elején nyilván adományokkal segítették ott a kerület életét, de jellemző az, hogy keresik az együttműködéseket, és nem csak befelé élnek és dolgoznak, hanem megmutatják azt, ami ők van, és tényleg szeretnek részt venni a kerület életében. Ugye így járva kell be a városban, vagy esetleg vidéki városokban, azért léptenyomon találkozunk a kínai jelenlétével. A kőbányai kolóniahoz hasonló, vagy ilyen centralizált, vagy legalábbis ilyen jól meghatározható közösség, hol van még az országban, azt így lehet tudni, hogy merre vannak? Én nem tudok róla. Ti tudtok róla? Én nem tudom, csak én csak kíváncsiskodom. Hogy... Én sem különösebben tudok róla az, hogy mondjuk azok a városok, például Szeged, ahol működik Konfuciusz Intézet, ott meg Debrecen, ott kicsit centralizálódnak, meg Debrecenben viszonylag sok magyar szakos kínai hallgató megy, de hogy ott sem alakulnak ki annyira nagy közösségek, mint mondjuk Budapesten. De azt hiszem, hogy ez inkább egy ilyen üzleti kereskedelmi jellegű jelenlét, és ezért. Ha lehet, akkor még beszéljünk egy kicsit erről, hogy milyen média felületeken működhet ez a fajta együttműködés, a kínai kultúra megismertetése, vagy a magyar kultúra megismertetése a kínaiakkal. Ugye azt is tudjuk, hogy mit tudom én, kábelcsatornákat lehet látni, hogy a CCTV elérhető mindenütt. Igen. Azt talán kevesebben tudják, hogy az itt élő kínaiaknak vannak saját média felületei is. Abszolút. Hogy működnek ezek? Látsz erre? Rálátsz erre? Igen, igen.
Egyrészt ugye, mint Centrum Média, nekünk is vannak szakmai kapcsolataink a Magyarországon működő kínai média szervezetekkel. Ott van ugye a Sindaobao, a kínai új szemle, tehát talán ők vannak itt Magyarországon a legrégebben, és ők indították az első kínai nyelvű újságot Magyarországon, ami aztán egy pár évvel ezelőtt újságból digitális platformá alakult, és ugye van egy nagyon komoly WeChat platform, ami az ő média megjelenésük, illetve működt, azt hiszem, hogy ők csinálják a Hongkong TV-t is Magyarországon, tehát, hogy többféle lábuk van nekik is. Nekem, vagy hát nekünk, mint Centrum Média, jó a szakmai együttműködésünk is velük. Nyilván így a kínai kulturális és egyéb események kapcsán nagyon sokszor hívjuk őket, vagy ők hívnak bennünket, tehát, hogy közösen tudunk így együtt dolgozni, és az MKBT-nek is egyébként ők az egyik olyan oszlopos kínai tagja, vagy tagjai, akik nagyon régóta már támogatják a baráti társaságot. Célunk, és el is kezdtünk beszélgetni egy olyan együttműködésről, hogy hogyan tudnánk velük közösen, akár a következő naptári évben, akár ebben az évben vidéken olyan rendezvényeket csinálni, amik szorosabban kapcsolódnak a kínai kultúrához, hiszen az is fontos, hogy ne csak egy rendezvényt csináljunk önmagában, hanem meg is mutassuk azt a rendezvényt, és annak a híre legalább elérjen sok mindenkihez, illetve azok a felvételek, amiket ott készítünk, videók, fotók, bármi, és ilyen formán kapcsoljuk be majd a vérkeringésbe a közönséget. Azt gondolom, hogy tehát ha vidékre vinni a kínai kultúrát és megmutatni, szerintem az egyik alapvető fontosságú feladat, mert nem akarok senkit megbántani, nyilván nem tudok arról, hogy mi minden rendezvény van az országban, de azért azt érezhető, hogy ahogy sok mindenben, úgy ebben is van egy ilyen Budapest központúság, tehát itt azért sokkal könnyebben elérhetőek ezek a kulturális termékek. Nyilván akkor praktikusan előbb a nagyvárosokat célozzátok meg, vagy azokat az intézményeket, azokat az egyetemeket például, ahol több kínai diák van, vagy... Igen, itt rátapintottál egy másik nagyon fontos dologra, hogy nagyon szeretnénk aktívabbá tenni a Magyar-Kínai Baráti Társaság együttműködését egyetemekkel. Mindazokkal az egyetemekkel, ahol ugye Konfuciusz Intézet működik, vagy ahol kínai tanszékek vannak. Tehát ezt is egy nagyon fontos együttműködési területként éljük meg, akár a nagykövetséggel közösen ösztöndíjakban gondolkodva, vagy másképp, de szeretnénk egy picit többet tenni azért, mint eddig, és hogy jobban jelen lenni ezekben az együttműködésekben. És az is nagyon fontos, hogy ugye mivel a Magyar-Kínai Baráti Társaság alapvetően egy olyan non-profit szervezet, ami eddig tagdíjakból, illetve pályázati támogatásokból élt, egy ilyen nagyobb rendezvény megvalósításához, vagy bármihez, hogy mondjuk mi egy kicsit kijebb lépjünk, és jobban megmutassuk magunkat, akár Budapesten, akár vidéken, együttműködő partnerekre, netalántán támogatókra, mecénásokra is szükség van, és szeretnénk is emiatt az üzleti élet szereplői felé is nyitni, hogy tényleg bennük mecénásokat találjunk egy-egy ilyen nagyobb kulturális vagy egyéb esemény megvalósításához, hiszen én hiszek abban, hogy akkor tudunk nagyobb dolgokat megvalósítani, hogyha összefogunk. Legyen ez mondjuk egy másik szervezet, egy másik egyesület, egy egyetem, vagy pedig akár egy magyar vagy egy kínai vállalat, akiknek a céljait, talán a társadalmi szerepvállalásukat jobban tudjuk támogatni egy ilyen eseménnyel. Tehát egy gazdasági befektetéshez mindig is társult egyfajta érzékenyítő tevékenység, hogy azokat megismertetni a befogadókkal, akik ide hozzák a befektetést. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél, és ahogy látjuk az eseményeket magunk körül, egyre határozottabb az a cél mondjuk a kínai befektetők részéről, hogy Magyarországon azért a különböző vállalkozásokat indítsanak. Nyilván ez talán valami fajta támogatást is a baráti társaság működése mögé állíthat, mert az teljesen egyértelmű, hogy ezeket a rendezvényeket mecenatúra, rendes támogatási környezet nélkül nem lehet megvalósítani. Tehát egy darabig el lehet menni önkéntesen vállalt munkával, de egy idő után ezen túl kell lépni, és szerintem ez egyáltalán, ezt érdemes kimondani, és szerintem ez egyáltalán nem baj, hanem ezt tudatosítani kell. Igen, ezzel tényleg így vagyunk, és hát a kultúra közelebb hozza egymáshoz az embereket. Hát ez az egésznek a lényege, hogy jobban megismerjük egymást, talán jobban megértjük egymást, és így az elfogadás is egy picit könnyebb. Van esetleg erre egy jó példatörténeted,
amikor mondjuk láttál egy olyan rendezvényen valami olyan pillanatot, amire azt mondtad, hogy ezért így megérte, és hogy most itt történt valami, hogy a két kultúra közeledett, vagy az érzékenyítés most így igazán célba talált. Hát nagyon sok ilyen pillanat volt az életemben, nem is tudom, hogy melyiket hozzam most így vissza. Lehet több is, ami eszedbe jut. talán azok a legemlékezetesebb pillanatok, és most így általánosítani fogok éppen azért, mert hogy több ilyen dolog volt, amikor mondjuk egy nagyobb rendezvényen legyen az, tegyük fel egy holdújévi fesztivál, vagy egy összközépünnepi holdsüti készítés, azok az emberek, akiknek valóban semmi közük nem volt életükben Kínához, és tényleg mondjuk a kínai büféket ismerik, semmi mást, azt mondják, hogy úristen, hogy ez milyen csodálatos, és hogy ez milyen izgalmas, és megpróbálnak nyelvtudás és minden egyebek nélkül kommunikálni a másik ország lakóival. Tehát, hogy mondjuk tényleg ott egy idősebb magyar néni új barátokra tett szert egy kínai családban. Tehát, hogy ezek tényleg nagyon jó dolgok. Aztán nyilván ott van a másik oldala, mert ugye itt valahol érintettük azt, hogy vajon akkor mi most mit csinálunk, mint magyarok Kínában, vagy gondolkodtunk erről. Hogy például tavaly megkeresett egy nagyon kedves ismerősöm, hogy szeretnének magyar fotósokat, vagy magyar fotósok munkáiból kiállítást szervezni Hangzhouban, ahol Magyarország volt egy fesztiválnak a díszvendége. És azonnal működött az, hogy akkor hirtelen összekötöttük őt valaki mással, aki Kínában élt, rögtön lett a kiállításnak egy kurátora, mellé állt a Biatorvágyi Fotóklub, és akkor így a Capital Bridge egy nagyon sikeres kiállítást vitt Kínába, ami ott volt Hangzhouban, és éppen például ma kaptam egy e-mailt a Shanghai Baráti Társaságok Szövetségétől, hogy segítsünk, működjünk együtt, keresik a kapcsolatokat, nagyon szeretnének magyar fotókból, Magyarországról a Shanghai metróban egy kiállítást. És hát ugye éppen itt van egy ilyen kiállítás, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz ebből a projektből valami. Tökéletes végszó, szerintem. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük Nagy Judit Évának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Farkas Diana és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk legközelebb is!
最冷的地方，最赤诚的心，有我们在，绝不让祖国丢一滴水，一粒沙。我们就是